Egy igazi magyar világcsoda születése előtt állunk, így méltatta Bodó János, a nagymúltra visszatekintő Bodó Galéria és Aukciósház tulajdonosa Sávolt Karolinát, a mindössze 12 éves, így Magyarország legfiatalabbnak számító alkotóművészét kiállításának megnyitóján. Aki 12 éves korára ilyen minőségbe és ilyen stílusba és ilyen fantasztikusan alkot, nem láttam még, nagyon egyedülálló, mert hogy a szakma sem, én sem ismerek 12 évesen ilyen minőségű és ilyen jellegű alkotóművészt. Engem nagyon megfogott rögtön 2 évvel ezelőtt az a néhány festmény, amit láttam. 10 évesen olyan technikával és olyan jó ecsetkezeléssel még nem találkoztam. Sávolt Karolina tavaszi kiállítása a Csendhangjai címet kapta. A Csendhangjai címet az egyik festményemről kapta, és ez azt mutatja, hogyha mi emberek elcsendesedünk és körülnézünk, akkor észrevesszük azt a szépséget a környezetünkben. 3 éve festek, a pandémia során kezdtem el festeni, és én nekem az a célom, hogy minél többen láthassák a festményeimet, és minél többen átvessék azoknak az üzeneteit. Az üzenetek, amiket át szeretnék adni, a környezetvédelem, a természetvédelem és az állatvédelem, és a szépség, ami a környezetükben van, hogy vegyük észre ezt a szépséget. Karolina 10 éves korában kezdett el festeni, szülei figyeltek fel egy asztalon felejtett rajzára, ismerték fel tehetségét és támogatták abban, hogy ez kibontakozhasson. Egyszerre több képet is készít, körülbelül 2 hónap alatt fejezi be őket. Az is kiemelkedőnek számít, hogy nem képzőművészeti iskolában sajátította el tudását. Online módon tanultam meg festeni, néztem más festőket, hogy milyen technikával dolgoznak, és megtanultam először az alapokat, és utána jött, hogy mit is szeretek festeni, és utána kifejlettek ugye ezek a motivumaim, ugye az állatok, a színesség, a növények, a női alakok, az arany, az univerzum, a geometrikus alakok, és idővel kifejlett a stílusom. Nagyon figyelek ugye a részletekre is, ugye, hogy nagyon sok részletet festek, és nagyon kicsi ecsettel dolgozom, és ugye ez is egy technika, amit megtanultam ugye az elején, amikor még a technikákat tanultam, hogy nagyon kicsi ecsettel dolgozok, és sok festéket használok, például az állatok és a virágok megfestéséhez, és én ezzel a sok motívummal, ezekkel a nagyon aprólékossággal szeretném a pozitivitást ábrázolni. Először csak kicsi vászonnal dolgoztam, még amikor gyakoroltam, és rájöttem, hogy azért szeretem a nagy vásznakat kicsit jobban, mert jobban elfér rajtuk, amit szeretnék ábrázolni, és ezért is többet festek nagy vászon, de kis vászon is szeretek festeni. Sávolt Karolina fiatal kora ellenére céljául tűzte ki, hogy minél több tehetséges fiatalnak segítsen. Jótékonysági programba kezd. Az egyik célom az, hogy szeretnék segíteni az olyan gyerekeknek, fiataloknak, akiknek nincsen lehetőségük a képzőművészetre, és ezt egy programmal fogom majd elindítani, és országszerte, és ez a fő célom, erre gyűjtök. Észrevettem, hogy a környezetemben is ugye sok barátom van, és ők is ugye hatással vagyok rájuk is szerintem, hiszen az elmúlt időszakban sokan elkezdtek festeni az én hatásomra, és ugye vannak olyan fiatalok, akiknek nincsen lehetőségük a képzőművészetre, olyan tehetséges fiatalok, és nekik szeretnék segíteni, ezt elhatároztam. A kiállítás április 12-én nyílt meg a Bodó Galéria és Aukciósházban. Utánozhatatlan sikerét az is jól tükrözi, hogy képei többsége már az első napon elkelt. Karolina ezt egyáltalán nem bánja, hiszen ahogy fogalmazott, azért fest, hogy minél több emberhez eljusson üzenete. Én nagyon örülök, hogyha elkelnek a festményeim, mert én nem magamnak festek, hanem a környezetemnek, hogy azt az üzenetet, amiket tartalmazzak, át tudjam adni. És szerintem jobb helyen van máshol a festményem, ahol többen látják, mint az én szobámban. Több a művészetek területén elismert neves szakember is rendkívülinek tartja, hogy ilyen fiatalon már kialakult a kislány saját stílusa. Például El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is elismerően nyilatkozott Sávolt Karolináról és alkotásairól. Sávolt Karolina esetében egy nagyon fiatal alkotóról beszélünk, aki az a
meglepő, hogy már egy kialakult formanyelvvel egy saját világképpel rendelkezik. Izgalmas dolog látni ezt, nagy távlatot nyílhatnak meg még Karolina előtt, amihez szívből szurkolok neki. Bodó János nem véletlenül nevezte a megnyitón világcsodának Karolinát, már a tavalyi kiállítása is olyan sikeres volt, hogy a világ több pontjáról is felfigyeltek a magyar kislányra. Az egyik ilyen ország Dubaj volt, ahová azonnal meghívták, hogy mutassa meg alkotásait. A nemzetközi érdeklődés folyamatos, számos európai ország is verseng Karolina festményeinek bemutatásáért. A budapesti kiállításom után megy ki Nizzába, nyáron pedig Barcelonába ugyanaz a kiállítás sorozat, és ez is nekem további motivációt ad, hogy tovább festek, és nagyon nagy lehetőség nekem, hogy ugye külföldön is megmutathassam a festészetemet. Sávolt Karolina Csendhangjai című kiállítása április 26-áig tekinthető meg díjmentesen a Bodó Galéria és Aukciós Házban.